Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás december 26-áig. Itt ezen a képen látható egy katonatiszt, aminek szimbolikus jelentése van. Jelentheti azt, hogy valaki parancsolgat neked, vagy parancsolgat neki. Amit ez a kép még jelenthet, egy hivatalos dolog. Itt van egy találkozás, az lehet egy termin valamilyen hivatalos ügyben. Itt látható ez a ház, az utalhat ingatlanokra, tehát itt lehet egy szerződés, egy megbeszélés, de mivel itt van ez a hamisság, légy óvatos. Az is lehet, hogy nem a megfelelő időpont most rendezni a dolgokat. Amit ez a ház még jelent, ez a lakhelyed, a környezeted, a szomszédok vagy a rokonok, itt megjelenik a hamisság a környezetedben. Ez a kártya itt utal utazásokra. Ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület. Vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat, ez lehet kereskedelmi kapcsolat is. Itt van ugyan egy jó hír, valami örömteljes, de látható itt a szomorúság. Ez megjelenik az ő gondolatában. Az azt jelenti, hogy valaki gondol rád, és ez az illető kicsit szomorú, vagy neked vannak ezek a szomorú emlékeid ezzel az úrral kapcsolatban. Ami fontos, ez a hosszú út, tehát a terveid az nem a közeljövőt illetik, hanem a távoli jövőt. Ezek jó gondolatok, jó ötletek, mindkét hölgy itt ezen az úton vagy elkísér téged, vagy szimbolizálja azt, hogy itt lesz nyeremény, boldogság, jóra fordul minden. Itt lesz egy ajándék is, itt van a remény hozzá. De ami őt illeti, tehát a lelki társadat, a férfiakat, itt van egy bírósági ügy, ami őt elszomorít, ez megjelenik a gondolataiban is, fogva érzi magát. Vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy igazságtalanságok érintik őt, emiatt érzi fogva magát, kicsit szomorú, de mégis itt megvan a remény arra, hogy lezárja ezeket a dolgokat, hogy kilépjen ebből a toronyból, ebből a helyzetből, ami őt fogva tartja. És nála is vannak itt a tervek, hiszen felülről látja a dolgokat, a távolba tekint, így tervez, ami számára is szerencsét hoz, hiszen itt van a remény, és ez a jó hír. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Valaki játszadozik itt veled. Ez lehet egy férfi, lehet egy hölgy is, de ne foglalkozz ezzel, tekints el ettől a helyzettől, vagy ettől a kapcsolattól. Az a fontos, hogy legyenek itt hosszú távú tervek, és hogy legyen valakivel egy találkozás, hiszen ott van veled ez a jóindulatú hölgy, ez a jóindulatú férfi, tehát megvan a segítség. Annak ellenére, hogy van valaki a háttérben, aki kijátszik téged, vagy megpróbál kijátszani téged, mégis itt van a segítség, ez örömteli, itt van az ajándék, az lehet most egy karácsonyi meglepetés, vagy egy látogatás, hogy valaki itt meglátogat téged, itt van kapcsolatban a házzal, ami az otthonodra utal, és itt látható a nyeremény, ami neked szerencsét hoz. Ezek lehetnek anyagi dolgok, vagy egy bizonyos helyzetben győzni fogsz, és számodra ez olyan, mint egy nagy ajándék, mint egy nagy nyeremény. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!